Mábra is ázsiai migráns munkásokkal riogat a Jobbik ennek, annak ellenére, hogy az idegenrendészeti törvény módosítása szigorú feltételekhez köti a vendégmunkások foglalkoztatását Magyarországon. A párt szerint hazánk az uniós forrásokat sem fogja megkapni a kormány politikája miatt. Közben kiderült, önálló főpolgármester jelöltet állít a Jobbik. Brenner Koloman lesz Karácsony Gergely kihívója. Ezekről a témákról lesz szó tehát a következő percekben. Barna folytatja vendégével. Köszönöm szépen, Gyöngyösi Márton, a vendégem a Jobbik konzervatívok elnöke. Jó reggelt, elnök úr! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Milyen sorrendben suhanjunk a felvetett témák között? Ez gondolom nem az én kompetenciám, hogy ezt meghatározom. Meghagytam a lehetőséget. Rám bízza? Köszönöm szépen. Na, migránsok azt mondják, hogy tehát olyan vendégmunkások jönnek, akiknek nem kéne, vagy túl sokan, vagy mi a problémájuk vele? Nézze, ha valamiben egyet lehetett érteni a Fidesszel, és ebben a Jobbik mindig következetes álláspontot képvisel, az az, hogy a fenyegető migráns veszéllyel szemben 2015-ben egy határozott és jó pozíciót vett fel. Ebben a Jobbik mindig konzekvensen, határozottan támogatta a kormánynak a törekvését, olyannyira, hogy nagyon sok javaslatát mi magunk kezdeményeztük például a határkerítés felállításával. 6.-7. éve azt hallgatjuk, hogy a migrációval szemben meg kell védeni a hazánkat, közben pedig, miközben folyamatosan hagyják el Magyarországot nyugati irányba a magyar fiatalok, akik nem tudnak a saját szülőföldjükön boldogulni. Bocsáss, hogy jönnek is visszafelé. Hát kisebb arányban. A KSH adatai szerint évente 50 000 honfitársunk hagyja el Magyarországot, 9,5 millióra csökkent Magyarországnak a lakossága, a magyar miniszterelnök az idei évben az Ipari és Kereskedelmi Kamarának a évadnyitó rendezvényén arról beszélt, hogy 500 000 külföldi munkással kell pótolni Magyarországon a munkaerőhiányt, és azt látjuk, hogy folyamatosan telepítik be az alapvetően kínai érdekeltségű gyárakat, jellemzően akkumulátorgyárakat Magyarországra, amelyek rettenetesen környezetszennyezőek, és szerintem semmilyen módon nem találkoznak a magyar nemzeti érdekekkel. De ami a legfőbb probléma, az az, hogy már a munkaerőt, az, hogy mi adjuk hozzá az állami támogatást, az egy dolog, tehát hogy magyar adófizetői pénzből épülnek ezek, de az, hogy már a munkaerőt se tudjuk beleadni ezekbe a gyárakba, hanem Ázsiából kell ide behozni migráns munkásokat, ahogy mi nevezzük őket, csak azért, hogy még véletlenül se gondolja valaki azt, hogy ők vendégek, a vendégeket hívni szokták, a kutya nem hívta őket ide, szerződésekkel ide telepítik őket, és azt próbálják a magyar társadalommal elhitetni kormányzati szintről, hogy hát ez csak egy ilyen ideiglenes dolog, nincs itt semmi probléma, eltöröltük az orvosi vizsgálatokat a munkavállalók számára, biztos nem hoznak be vírust, biztos egyikőjük se terrorista, biztos egyikőjük, mindegyik csak időszakos időre jön ide, azt majd elmegy, és majd szépen itt... De a kormány azt mondja, hogy csak olyan munkavállalót hoznak be, amikor már magyar állampolgár ezt nem tudja betölteni, vagy nincs olyan szakma, meghatározott munkakörben, meghatározott ideig lehet. Szerkesztő úr, és közben olyan gazdaságpolitikát folytat, amellyel az ilyen típusú munkahelyeket teremti meg a kormány. Tehát lehetne magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket megcélozni, és akkor lehet, hogy a magyar mérnökök, meg a magasan képzett, kvalifikált emberek nem mennének el, de már az a szomorú helyzet, hogy már a kétkezi munkát, az összeszerelő üzemben való munkát sem tartják vonzónak a magyarok, már azt is sokkal inkább Nyugat-Európába vállalják, mert ilyen pénzért, amit kínálnak ezeknek a munkavállalóknak, ez a rabszolga bérezésnek a minősített kategóriája, és ezzel az a baj, szerkesztő úr, hogy ide jönnek ezek az emberek. 500 000-ről beszél a magyar miniszterelnök, egy 9,5 milliós országban az brutális mennyiség, elveszik a magyarok munkáját, letörik a magyarok bérét, mert ilyen munka, ilyen mennyiségben, ilyen alacsony munkabéren szorítják le a magyar béreket, és hát beszéljünk őszintén, megbontják Magyarország kulturális egységét. 500 000 ember 9,5 milliós országban, az egy nagyon látható és egy nagyon veszélyes mennyiség. De hát 800 000 nem találnak szakácsot a Balatonon, tehát. De ő mindig megszavazta, lehet, ő mikor szavazott az Európai Parlamentben azért, hogy a illegális migrációt állítsuk meg. Szerkesztő úr, tudom, hogy a Fidesz köreiben, és ez sajnos így úgy tűnik, hogy így a propaganda sajtójában is beszüremkedett. Van egy olyan városi legenda, hogy az Európai Unióban már szavaztunk
a migrációról. Van egy migrációs paktum, amiről a parlament még nem szavazott. A tanácsnál már bent volt, a parlament előtt még nem volt. Én nagyon remélem, hogy még ebben a ciklusban, tehát 2024 júniusa előtt még a parlament elé fog kerülni ez a migrációs paktum, amiben benne vannak sajnos a kvóták. Ezekről én már nagyon határozottan elmondtam ebben a stúdióban is, hogy ami kvóta van benne, én nemmel fogok szavazni, mert számunkra a kvóták minden formája elfogadhatatlan. Menjünk tovább a következő témánkra. Azt mondja, Magyarország önök szerint a kormány miatt nem kapja meg az uniós forrásokat. De hát itt már gyakorlatilag majdnem minden feltételt megteremtettünk, amit kértek gyakorlatilag. Megerősítették az Országos Bírói Tanács és a Kúria függetlenségét. Elhárultak olyan akadályok, hogy a magyar bírók döntéshozatai eljárással a Európai Unió bíróságához forduljanak, vagy megszüntették, felszámolták annak lehetőségét, hogy a magyar hatóságok például jogerős bírósági határozatot megtámadjanak az Alkotmánybíróságon. De most jött a Didier Ernőc igazság, ugye biztos, hogy a szexuális kisebbség jogaival van még ott valami, de mi találnak valamit, ezt hogy látja? Nézze, az a probléma, hogy ugye Magyarországon megint csak ugye a kormányzati kommunikáció arról szól, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és ezek a pénzek, ezek automatikusan járnak. Ez nem így van. Tehát vannak bizonyos feltételek, amiket el kell fogadni. És azok a fajta kritériumok, amikkel kapcsolatban kritika éri Magyarországot, ezt Magyarország kormánya is jóvá hagyta. Tehát azt a kondicionalitási eljárást, amit 2021-ben fogadtak el a jogállamisági mechanizmus a német elnökség alatt 2021-ben, ez a tanácsban is volt, ezt Magyarország is jóvá hagyta. Abban vannak olyan kritériumok, amelyek kimondják azt, hogy abban az esetben, ha az Európai Unió úgy látja, hogy a pénzügyi érdekei sérülnek azáltal, hogy egy adott tagállamnak pénzt juttatnak, ott például ott a korrupció, ez a korrupcióról szól. Tehát ha az Európai Unió nem biztos abban, hogy a Magyarországra érkezett pénzeket nem jól használják fel, akkor visszatartja ezeket a pénzeket. Magyarországnak az a legfőbb problémája, hogy nem tudta még a kormánya bizonyítani azt, hogy azok a források, amelyek Magyarországra kerülnek, azokat jól használja fel, és a magyar nemzet érdekében használja fel az a kormányzat, és hát nagyon nehéz, amikor Mészáros Lőrinc 100 milliárd forintot visz haza egy évben. Konkrét ügyről tudomása, amit korrupció gyanús lehet? Hát egyről ugye egészen biztos, hogy tudunk arról, amit az Olaf derített föl, Tiborcz Istvánnak ugye az Elios kapcsán, ugye ott felderítették azt, hogy hány milliárd forint tűnt el ugye közbeszerzések útján, és Tiborcz Istvánnak ehhez mi a kapcsolata? Azt a magyar ügyészség megkapta a dokumentációt az Olaftól, el kellett volna indítani az eljárást, hogy ítélet lehessen belőle, ehhez berakta a fiókba, és azóta el van tüntetve az összes. Hát erről majd az ügyészséget erről kell megkérdezni. Hát jó, de az ügyészség az ugye a kormánynak a kormányhoz nagyon szorosan kötődő vádat kéne, hogy képviselje, de ő nekik meg úgy tűnik, hogy az a feladat a Polt Péternek, hogy a korrupciós ügyeket elsik a Mikája, már a Fideszes érintett. Néha kérdezhetek azért. Persze, parancsoljon. Szóval folyamatosan jön a forrás, 5,8 milliárd most fog érkezni majd, ezt a Bloomberg írta meg, akinek azért nagyjából lehet indi, persze az a biztos, amikor már itt van. Na, menjünk tovább. Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Ön ezt hogy látja? Mert hogy ugye háború van, nem tudjuk, hogy hol a határ ennek az országnak, nem tudjuk, hányan laknak benne. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniós csatlakozás ez egy komoly folyamat. És hosszú. Hát hosszú. Kinél hosszabb, kinél rövidebb, nézzük meg a törököket. Kinél hosszabb, kinél rövidebb, de mindenféleképpen ugye kritériumokhoz kötött. Na most addig, amíg egy tagállam nem teljesíti azokat a szigorú kritériumokat, amiket az Európai Uniós tagság feltételez, addig egy tagállam se csatlakozon az Európai Unióhoz. Most egy csatlakozási folyamat indult be. Én egyébként azzal nem értek egyet, hogy egyes országokat előre veszünk a sorba, miközben balkáni országok sokasága áll sorban, tehát az például, hogy Albánia, Észak-Macedónia, az úgy hirtelen hátrébb sorolódott, holott ennek a folyamatnak sokkal inkább az elején tartanak, geopolitikai okokból azt mondta az Európai Unió, hogy hát itt van ez a Moldova, meg ez az Ukrajna, ezek beugranak a sor elejére, mert ott az albánok, meg az észak-macedónok körül ott van valami ilyen jogi hercehurca, ugye mindenféle ilyen dolgokkal ugye hátráltatják az ő előrelépésüket. Én ezt nem támogatom. Vannak kritériumok, aki ezeket a kritériumokat teljesíti, az csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Ukrajnával kapcsolatban meg azért lássuk be, azért még ők nagyon-nagyon távol állnak ettől a folyamattól, de azt, hogy megadjuk nekik ezt a lehetőséget, és a jelöltség felé megnyissuk nekik a kapcsolatot,
kaput, ha? Azzal egyetértek. Na, önálló főpolgármester jelöltet állít a Jobbik Bernard Koloman személyében. Hanendra Merián, most őt olvastam a legelőször, azt mondja, hogy nem nevezné Bernard Koloman Karácsony Gergely kihívójának, ugyanis pártja a Jobbik konzervatívok, miközben országos bejutási küszöb körül teljes, és Budapesten alig éri el az 1-2%-ot. Hanendre mondta, én csak idéztem. Hát Hanendrének úgy ajánlom a figyelmébe azt, hogy nézze meg, hogy a Párbeszédet bárhol is mérik. Azt hiszem, vagy bárhol is milyen eredményt hoz, meg teljesít. De pont azokhoz mérik azt magukat, hiszem, aki 0,5%-on sincs? Hát nem, de ők adják a főpolgármester jelöltet, és ugye a kérdés, ha jól értem, arra vonatkozik, hogy miért merészelünk főpolgármester jelöltet állítani azzal a Karácsony Gergellyel szemben, aki főpolgármester, regnáló főpolgármester ennek a városnak. Szeretném jelezni, hogy a pártja az nem mérhető. Azt hiszem, talán pont a Medián csinált egy felmérést, 1000 fős reprezentatív kutatást, amiben nulla darab párbeszédes szavazót talált. Legutoljára Mesterházi mutatott, hogy nulla, aztán ismerjük, hogy vigyázzon. Nulla darab párbeszédes szavazót talált, nem 0%-ot, nulla darabot. Tehát nincs választója, úgy tűnik a Párbeszédnek. Ennek dacára főpolgármestere van. Nekünk van egy nagyon határozott elképzelésünk arról, hogy Budapestet hogyan kellene vezetni, és milyennek kellene lennie Budapestnek. És nekem ezen a téren, Karácsony Gergellyel szemben számos nagyon komoly kritikám van. Az egyik legfontosabb kritikám az az, hogy ugyanazt csinálja Budapesten, amit a NER csinál nagyban országosan, tehát ugyanolyan kamu konzultációkkal hülyének nézi a budapesti lakosokat, mint amelyennel a Fidesz az országos lakosságot. Meg hát több mint 4 milliárd... plakátokat, azt, hogy minek nézik, az mondjuk önnek ez a véleménye. Nekem ez a véleményem, hogy az a konzultáció, amit Budapesten lefolytattak, azt nem biztos, hogy meg tudnám különböztetni egy nemzeti konzultációtól. Körülbelül ugyanaz a emberek hülyének nézése hatja át ezt az egész konzultációt, mint ami a NER rendszerén belül egy nemzeti konzultációt áthat. De ami még ennél is nagyobb probléma, hogy több mint 4 milliárd forintot úgy tűnik Bajnai Gordonnal ügyeskedve, meg Márki-Zay Péterre eltüntettek a 2022-es kampányban. És erre még nem tudott megnyugtató választ adni, hogy hova tűnt az a 99 mozgalomnak, meg úgy a nagy kampányba érkezett több milliárd forint, hova tűnt ebben a kampányban. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy hogyan vezeti ezt a várost. Szerintem katasztrofálisan. Nekünk van egy jó jelöltünk, szeretnénk, hogyha megmérettetné magát egy előválasztáson Karácsony Gergely, összemérné a saját programját Bernard Kolomannal. Nekünk az a érdekünk, hogy egy ellenzéki jelölt maradjon fönn a páston június 9-én. Szeretnénk, hogyha lenne egy előválasztás, és ebbe Brenner Koloman programja Karácsony Gergelyével ütközne a budapestiek megválasztatnának. Elnök úr, nincs több kérdésem, bár elbeszélgettük volna sokáig, biccentsen vagy rázza a fejét, lesz ellenzéki összefogás jövőre, vagy nem? Az önkormányzati választáson, vagy az európai parlamenti mind választáson? Mind a kettőre értem, hogy mondjuk ketté. Európai és önkormányzati. Európai parlamenti választáson külön indul a Jobbik, ezt nagyon világosan megmondtuk. Az önkormányzati választásoknál meg azt mondta a Jobbik, hogy helyben hiteles embereknek kell indulnia, ha vannak is bármi nemű szövetségek, együttműködések, azoknak helyben kell megszületniük, nem a legfelsőbb szinten, nem pártszinten. Itt a vége, fuss el véle. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.